tömeggyilkosságok és a koncentrációs táborok ezen az ideológián alapultak. A munka szabaddá tesz, hirdeti a náci tábor. A munka dicsőség áll a szovjet táborok kapuján. Ha valaki a háttérben álló ideológiával harcol, akkor a szovjet rezsimmel is szembeszegül. Molotov ezt tudta. Végül is ő felügyelte személyesen a 7 millió ukrán ember kiirtását. Himmler pedig a zsidók kiirtását felügyelte. Mindkét ember egyetértett abban, hogy a közjó érdekében bizonyos csoportokat egyszerűen el kell pusztítani.